Sziasztok srácok, Zsozé vagyok, ez pedig az Assassin's Creed Unity című játék, ugye? Az előző részben itt hagytuk abba valahol, ugyanis a pacalarcú Jóska gyerek ellopta az óránkat, azt kellett visszaszereznünk, és ez sikerült is, nyakon is verdestük, azonban technikai okok miatt nem tudtam ezt a részt mutatni, minden esetre egy olyan max 5 perc játékidő, és tényleg csak annyi, hogy az órát visszabugáztuk, amit Fater ránk hagyott, ugye, amikor feldobta a papucsot az előtérben, ahogy az előző részben láthattátok. És akkor most itt gubbasztunk a háztetőn, mert ránk uszította a csendőrséget, hát maszekba jöttünk kéményt seperni napszalomba. Na, hát akkor nézzük, hogy mi a következő feladat, illetve hogy mi a történet. Ugye lovon van a játék nekem, azonban még így is lenyűgöző, a grafikája is, még a hangulata is, de mi ezt a pazarlást nem tudom megérteni, gyerekek. Hát 10-es deszkák elszórva mindenütt, Hát abban olyan csirkeolat szögelnék össze, mindenki elsírná magát örömébe. Ezek meg itt szétdobálják, vagy akár tűzifának is jó. Na most azt gondoltam, hogy szétnézünk egy kicsit a mapon, nem is igazán a feladatokkal fogunk foglalkozni. Ugye itt van már a megszokhatott Assassin's Creedből megszokhatott pottyantos. Mi a fasz? Előrántották a vajazót egyből, ahogy megjelentem. Nézd meg! Te partfish fejű, hogyan perkodik? Adunk neki egy parasztlengőt mindjárt, azt... Vagy felugrálunk itt a templom. Templom oldalán, sit sirit, ugrik borbála, és szót fogad a karakter. Sovány malac vágtába, mint a csodálatos paukember, gyerekek. Ugorjál már, mi van? Piros van, geci. Ja nem? Azt hittem piros van. Azt a ládát akarom megszerezni. Ugye, amit a térképen láthattuk, arra szembe van velünk. Asta! Hát gyerekek, innen kéne lekullantani. Na, nézzük, hol a láda? Bent a templomba? Most elvileg a ládán állunk. Nem merek innen droppolni, mert meghalok. Ó, nagyon tehetséges ez a gyerek. Ott a láda! Megkérdezném, hogy hol vetted a mellényedet tőle, mondaná, hogy a csíbótól. Így, gyerekek, részkancsó gazdagság, megütöttük a főnyeremény jackpot. 100 frontcsi, vagy nem tudom, fontot jelenthet az a F betű. Szóval van 100 szotyink, nevezzük szotyinak. Na itt bele. Hát elszögdítsenünk egy kicsit a tetőn, gyerekek. Itt-ott kijavítjuk a cserepezést, a tetőlécet. Aztán majd látjuk, hogy hogyan tovább. Mondjuk ott a feladat, azért megnézhetnénk, hogy mi zajlik arra. Micsoda lovas kecske, öcsém! Tudnak élni. A pacalarcú banda. Mindenki függönybe van tekerve. Igen, érdekes egyébként, ez akkor... Itt így született meg a gördeszkázás, gyerekek, ahogy ez a csávó csinálta. Láttátok azt a hanyag eleganciát? Hát elsírod magad. Na, nézzük, hogy van. Ugrik. Itt be tudunk menni, hát azért sok bemegyünk. Meg se hívtak minket a bárba. Nem feltűnő, hogy a teraszról besétálunk. Mi van? Fika van az ujja végén, ezt azt mutogatja, vágod. Hát széjjel vágok mindenkit, geci. Bepofázták. Ide a lóvét. Adjál neki. Ja nem, csak megforgatjuk a kardunkat, azt összeszarják magukat, Na mindegy, menjünk innen. Ez érdekes, hogy így be lehet ugrálni az ablakokon, gondol. Több van, van itt bőven. Már is megértem ezt a gépigényt, ja nem? Na, akkor menjünk, nézzük meg azt a feladatos jóskaságot. Igen. Ugye ugyanerre jöttünk, hát... Gyerekek. Gyere, a nyakadba ülök, kis köcsög. Nyugodjál mele. Kapsz egy fülest. Mi a picsa? Ez a kérdés, hogy mi a
Hát gyerekek, az történt tulajdonképpen, hogy visszatér a kis bringa, akivel az elején szemtelenkedtünk, meg rohangáltunk a kéglibe, és ennek megörült a koma, biztos már viszket a pajszer, és ezért nagyon örült neki. És most egy kéglibe kell sétafikálnunk. Í, aranyember! Hogy most mi történik, fingom nincs, gyerekek. Na, gyerekek, hát kikerültünk az utcára. Azt a micsoda kecske. De jól néz ki, nem bírunk vele menni? Az lenne a király, öcsém. Vissza kettő padlógáz, driftelnék vele, olyat besírna mindenki. Rángatja az ideg. Nyomom a jobb shiftet, akkor... Ó! Oh! Oda kullantott majdnem a cserép tövébe. Láttátok a kis haszontalant. Na mindegy, nyargaljunk tovább, srácok, erre. Ja, az zöld pont a másik irányban van, hát akkor megyünk arra. Szar lehetett ezekbe az időkbe, gyerekek. Hát mindenki van, vagy 45 kiló ruha. Nézzétek már. Felöltöző, két órával előbb neki kell állni, öcsém, mire végzel. De se baj. Hasítjuk a levegőt tovább ezekbe az irányokba. Ott is van egy láda, van egy színes láda. Íj. Ki kell nyit. Az mi? Csikkezik. Nézd meg. Ó, de szánalmas. Ott keresi egy dekket, hogy rá tudjon baggantani. Ja, jó. Nomad missions, meg ilyenek. Hát akkor veretjük tovább erre, gyerekek. Balos. Pusztán 140 méterre vagyunk a gyönyörtől. Sovány malac vágtába végig hasítjuk, csak hogy porzik utánunk az út. Kicsit levállaltuk a bozótot, mert olyan gengszterek vagyunk. De jól néz ki. Azta. Engedj be. Kávézó. Hát nem tudom bemenni. Aha, itt kell valamit csinálnunk. Íj, az egyik szemet kék, a másik meg... Ó, fasz Jancsi. Mi van, gyerekek? A kókuszkocka receptje. A szent kókuszkocka, nem is akármilyen. A zsebbe. Azt most... Arra kell végig nyargalnunk ismét. A templom torony tetejére. Bekapcsoljuk az összkerék meghajtást. És úgy gyerekjáték lesz. Nézzük meg ezt a madárdeszkát közelebbről, gyerekek. Át tudunk itt lavírozni, nagyszerű. Azért körbefordulunk, hogy lássátok, hogy mi a téma, gyerekek. Nagyon szépen le van cserepezve az összes kégli. Azta! Gyerekek, hát itt 50 FPS. Azti. 70! Wow! Hát ezen túl csak itt fogok lenni, bazd meg. A templom tetején. 70 fröpöső. Ez a korabeli UPC antenna, gyerekek, ez szolgáltat mindent. És itt vagyunk. Ja, oda egyel följebb elnézést. Hát nem ülnék a helyébe ott, öcsém, nem? Nem lehet valami lecsó dolog? Akkor szarja egy sirály, azt megdől az egyensúly, esik olyat, pofán csókolja a macska követ. Ott osztják a csalódit. Ahogy látom. Na. Ott van Eliz. V plusz E. Na próbáljuk ki, mi baj lehet. Azt a de király. Anyád, de jó volt. Egy leszúrt Rydberget láthattak. Ónodi Henrietta a színpadon ismét.
Talajgyakorlat. Nagyon küldi neki ez a gyerek, hallod. Ugrik olyat, besírsz. Nyugodjatok már le, mert pofán válok valakit. Mit néztek, mint halaszatyorba? Ja igen, van ilyen Eagle vízió, gyerekek. Sas! De hogy most mit kellett megsasolni, azt nem tudom. Valahogy meg kell kerülni ezeket a pöcskenőcsöket, gondolom. Nem jó, mert ez a két kis zöld gyökér, Greenpeace-esek már akkor is voltak, láttátok? Azok aktivisták. Szóval észrevesznek, azt elkezdenek visítani, mint egy újszülött. Fölcuppanunk itt. Azt körbehesszeljük a környéket, hogy mi a pálya. Oh no! Nem láttatok semmit. Itt már nincs olyan jó sok FPS, ez a szomorú benne, mint a templom toronynál volt. Bejutottunk, srácok. Azt most mi van? Íh, micsoda folyosó. Hát itt le lehet mérni a tesi óráról a 100 métert, öcsém. Ezen a folyosón. Megint kell a madár les. Aha, az az ajtó kell nekünk. Hú, de furcsa volt. Hogy így V-házik. Menj már arrébb, hát nem látod? Gyerekkel vagyok. Sokan mondják egyébként, hogy jönni fog egy patch, ami javít a gépigényén, illetve barátságosabbá teszi azt. Reménykedem én is benne. Úgyhogy... srácok, ez volt a következő rész, köszönöm, hogy velem tartottatok, ugyanígy nem folytatjuk, pacsi mindenkinek, szevasztok! Srácok, ez a videó egy új technikai eljárás, a Dasist eljárással készült, úgyhogy légy szíves a tapasztalataitokat, tehát hogy valamiért szarabb, vagy hogy mi történt a videó nézése közben, hol volt fekete csík, miért jó, miért nem jó, írjátok már nekem, légy szíves. Köszönöm szépen! Köszönöm, hogy megnézted a videómat és velem tartottál eme kalandos utazáson. Ha tetszett a videó, veress egy tetsziket, ha nem tetszett, akkor meg diszlájkoljál, öcsém, a só egye ki a nyakad. És még annyit szeretnék kérni tőled, hogy ha érdemesnek érzed a videómat, akkor kattints a megosztás gombra, itt az összes közösségi oldal elérhető, amin te létezel, és kérlek, oszd meg a videómat, hogy a komáid is láthassák. Köszönöm, Zsozi atya voltam. Szevasztok!